Tisztelettel köszöntöm Takács Lászlót újra. Köszönöm szépen, Laci, hogy újra elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm a lehetőséget. Laci, az az apropója, hogy beszélünk a múltkor, amikor a versenyekről szó volt, akkor azt láttam, hogy nagyon nagy érdeklődés volt, és nagyon megmozdult a szakma, és arra gondoltunk, hogy menjünk most bővebb, vagy részletesebben bele ebbe a pálinka versenybe, hogy is zajlik ez pontosan. De az apropója az, hogy mi most beszélünk, hogy a Desztilláta nálatok járt, de akkor át is adom neked a szót. Nem maga a Desztilláta, hanem annak jó néhány vezető, prominens szervező személye volt. A múlt héten voltak nálunk egy szakmai megbeszélésen, múlt hét hétfőn. Leginkább az érdekelte őket egyébként, hogy a mi rendszerünknek egyrészt a maga bírálati rendszer az, hogy épül fel, mert ez nagyon hasonló a kettő egymáshoz. Ők is ugye egy sajátos szoftverrel bírálják, értékelik a termékeket. Mi is, de van benne némi különbség, és ezeket próbáltuk szakmailag megvitatni, illetve a leginkább érdekes a számukra az volt, hogy részben mi bevezettük ugye a 100 pontos bírálati rendszernek egyfajta élesbe történő kipróbálását, igaz, hogy mi is csak a törkölyökre, de a Desztillátán is nagyon gondolkoznak arra, hogy a 20 pontos rendszert át kéne alakítani 100 pontosra, és ez volt az az apropó, hogy na, akkor ezt vitassuk meg, és akkor nézzük be, és ebbe mélyedtünk bele. Nagyon hasonló a két bírálati rendszer, amiben mi egy picit másképp gondolkozunk, az egyébként is talán picit, megint mondom ezt a szót, de előbbrébb vagyunk, mint ők, ha ezt így mondhatom, hogy többféle módon próbáljuk a bíráló értékelő személyeket, zsűritagokat közben, a verseny közben vizsgálni. Ez az, ami őket érdekelte. De nekünk is nagyon sok érdekes tapasztalatot adtak át. Oké, az akkor, Laci, menjünk abba, azt mondod, bevezetitek ti is a 100 pontos rendszert, hogy nézzük meg ezt, hogy a 100 pontos meg a 20 pontos az mivel különbözik egymástól. Nagyon jó a kérdés, és ugye ez már régóta foglalkoztatja a pálinkás szakmát, nem csak olyan szinten, hogy mi, akik mondjuk versenyeket szervezünk, hanem a leginkább a marketingesek azok, akik ugye a borból kiindulva úgy gondolják, hogy a 100 pontos rendszer az a társadalommal, nagy közönség számára jobban elérhető. Ebben van igazság, azt azért jóval többen ismerik, és jobban el tudnak igazodni. De emellett egyébként, hogyha így még mondhatom szakmailag, például Debrecenben a Harcsa Imre Milán, ő már több olyan dolgozatot, ha jól tudom, a doktori értekezésének egy része is például ezzel volt kapcsolatos, hogy ő ezt elemezte, vizsgálta, nincsenek még kialakult trendek. Ugye az első és legfontosabb kérdés, hogy mi indokolná mondjuk a 20 pontos rendszerhez a 100 pontos rendszernek a bevezetését. Ha ezt megfogalmazhatunk néhány gondolatot, akkor az egyik az, hogy mondjuk a hibakeresés helyett a pozitív szemléletet vezetné be jobban a pálinkáknak az értékelésénél, bírálatánál. A másik az előbb, amit mondtam, hogy előnye lehetne az, hogy a marketingben ez jobban lehetne alkalmazni egy kicsit hasonlóan a borhoz. Ha megint mélyebbre megyünk, akkor azt is látjuk, hogy a 20 pontos bírálati rendszerbe egy kicsit hátrányként lehet megfogalmazni, hogy mondjuk maga az illat, illetve az íz, mint a két legfontosabb értékmérő elem, az nem kerül kellő részletességgel kifejtésre. A 100 pontos rendszernél erre nagyobb lehetőség van. Sokkal többet foglalkozunk a 100 pontos rendszernél egyébként az adott terméknek az értékelésével, bírálatával, az megint egy előny lehet. Részletesebb leírások készülnek, elmélyültebb gondolatokat lehet megfogalmazni. Ami a mi esetünkben például abszolút előny, hogy a champion választásnál, amikor a nagy aranyérmeseket kiválasztjuk, akkor az viszont könnyítést jelenthet. Ez konkrétan, hogyha elmondom például, tehát ugye nálunk azért itt már évek óta messze 1500 fő feletti mintaszámmal kell, hogy megbirkozzunk. Ugye most mondjuk 1606, tavaly 2006, előtte 1739, ha jól emlékszem. Annál iszonyú nagy számot jelent a kategória győztes, ugye a magán és a bérfizető tételeknél vannak ezek, illetve a nagy aranyérmes championok, ez pedig a kereskedelmi tételeknél a legeslegjobbaknak a kiválasztása. Mondok egy konkrét példát, mondjuk az idén nagyon jó szilvapálinkák voltak, ami januárban a versenyre előkerült, és ezekből a szilvapálinkákból tényleg több tucat volt. Azoknak a egymás utáni
ezt minden bíráló, minden értékelő ugye megkóstolja, és abból választjuk ki a legjobbat. Ez hosszú idő, és ez egy komoly előkészítést jelent. Na most, hogyha a 100 pontos rendszert alkalmazzuk, akkor ezt le lehet csökkenteni. Tehát egy 18 és 20 pont között nem lehet olyan különbségeket tenni, aminél azt mondom, hogy mondjuk csak a 20 pontosok kerülnek adott esetben mondjuk bírálat alá. Ezt nem tudom alátámasztani kellő szakmaisággal, de mondjuk, hogyha ez egy 91 és 100 pont között, és azt kapja meg valaki adott esetben mondjuk az aranyérmet, és azt mondom, hogy a 95 felettieket fogjuk vizsgálni, akkor ez sokkal könnyebbé teszi a dolgokat. Ez nálunk a törkönynél egyébként nagyon jól bevált, mert azok a, tehát mondjuk nem 10 pálinka, hanem csak mondjuk 3 közül kellett kiválasztani a legjobbat, mert azért el azt a pontszámot, ami igazán kiváló, és mind a magánbérfizetőknél, mind pedig például a kereskedelmi tételeknél, az, aki megnyerte a törköly kategóriát, az bent maradt egyébként a versenynél, a legjobb pálinka, illetve a legjobb magán- és bérfizetett pálinkánál is az utolsó körig, tehát a legvégén abban a háromba is bekerült egy-egy törköly pálinka. Ez úgy gondolom, hogy igazolhatja azt, hogy például ennél a champion kiválasztásnál ez gyors lehet. De a lényeg, hogyha nagyon egyszerűen összefoglalom, akkor sokkal több lehetőség van a kategórián belül különbségeket tenni. Ezek az előnyök. Persze van egy csomó hátrány. A legfontosabb hátrány az, hogy jóval több időbe telik a pálinkáknak az értékelése. Nálunk ugye a szoftver segítségével ez nagyon konkrétan mérhető a történet, és most durván, ha úgy fogalmazok, hát háromszor annyi időbe került a 100 pontos rendszernek az alkalmazása. Persze ehhez az is beletartozik, hogy most még erre a bírálók, az értékelők sincsenek olyan szinten felkészülve. Nálunk a 27 fős bíráló csapatból én azt a 10 legjobbat választottam ki, illetve hát ugye annak függvényében egy kicsit még ez bővül, de azokat, akiket én a legjobbnak gondolok, és ők értékelték, de nekik is még azért ez tényleg időbe tellett, és hogyha azt mondom, hogy mondjuk egy 20 pontos rendszernél a mi versenyünkön átlagban mondjuk, átlagról beszélek, de mondjuk egy ilyen 3-3 és fél percet fordítanak egy pálinkára a zsűritagok, ez persze azért eltérő, meg ez még lehetne részletezni, akkor itt azt kell mondanom, hogy itt azért jóval több, itt azért 7-8 percre is kicsúszik. Ez például azt a lehetőséget nem nagyon tenné lehetővé, hogy mondjuk 2000 pálinkát olyan mélységbe bíráljunk le, így is 3 napba telik mondjuk az a termékeknek az értékelése, most abból pedig csinálni mondjuk 6 vagy 7 napot, az lehetetlenség, tehát az nem megoldható. Ez azt feltételezi, nagyon afelé kellene, hogy menjünk, hogy egyfajta előbírálatot kellene megejteni, amit eddig nem tettünk meg, pontosan azt, hogy egy kicsit úgy, mint mondjuk a pálinka kiválóságok programba, hogy azokkal foglalkozunk többet, amelyek tényleg értékes termékek, tehát a legjobbak. Egy kicsit nekünk a Quintessence névben is ugye valaminek a legjava, valaminek a veleje, van egy ilyen jelentése is, ugye ennek a szónak ezt kellene nekünk például alkalmazni. Az azt jelenti, hogy azok a tételek, amelyek hibások, azokat nem is bírálnánk utána a 100 pontosnál, és azokat a termékeket, amelyek viszont tényleg jók és kimagaslók és érmes tételek, na azok kerülnének oda. Azt gondolom, hogy így akkor egálba lehetne hozni azt az időráfordításról, és a legjobbakkal foglalkoznánk jóval többet. Ez az egyik fő kérdés. A másik pedig az, hogy ugye hogy tudjuk felkészíteni a bírálókat és a értékelőket a 100 pontos rendszerre, mert erre át kell állni. Hosszú évek teltek arra is el, hogy alapvetően a 20 pontos rendszer, aminek azon belül is van azért ugye különböző, amit Magyarországon alkalmazunk. Hosszú évek teltek el, mire mindenki erre ráállt, és maga a versenyzők is már megszokták, a pálinkaás társadalom is megértette alapvetően a 20 pontos rendszernek a lényegét. Nehéz ezt most meghatározni, hogy ezt újra megszokják a másik oldalt is. Ugyanez a gond a desztilláltások részéről is, hogy na most mit csináljanak, hogy csináljanak, de nagyon afelé hajlanak a beszélgetések részén, hogy valamilyen formában, ha nem is feltétlenül a mi általunk egyelőre alkalmazott struktúra szerint, de a 100 pontos rendszer bevezetésén gondolkoznak. Tehát ha most én mondjuk egy bookmaker fogadó irodára lennék, akkor azt gondolom, hogy jövőre a kiírásnál inkább arra adnék otcot, hogy kevesebb otcot, hogy igen, be fogják vezetni ők is. Nekünk is el kell majd dönteni, én azt gondolom, hogy szeptemberig van erre még lehetőségünk, hogy melyik mellett tesszük le a voksot. Nagyon lényeges, hogy a kettő együtt nehézé teszi, és ez az nem éri meg, tehát az iszonyú munka és hiba lehetőséget is jelent. Tehát a szoftveren belül is el kell dönteni, hogy melyik az, amelyik mellett fogunk majd dolgozni. Sok minden mást is tudnék mondani, de szerintem ennyi most éppen elég volt.
Azt mondod, ugye a legfontosabb, ami nekem így megmaradt az, hogy végülis ez nagyon megnöveli a bírálásnak az idejét, tehát hogy ez a, hogy egy ilyen ástruktúrálást kéne ahhoz nektek fejben átgondolni, hogy ez megvalósulhasson egyáltalán. Igen, tehát nagyon részletekben megy a történet, és ebben még nincs kiforrott, nem, a belső struktúrák nem kiforrottak. Én volt szerencsém ugye beszélni az előbb említett doktorral is, Harcs Imrével telefonon, és nagyon megnéztem azokat a tanulmányokat is, amiket ő például ezzel kapcsolatosan megírt, a doktori értekezését is, és maga is azt látom, hogy a borosokét azt egyszerűen nem tudjuk egy-egybe átvenni, tehát arra nincs mód és lehetőség, az nem állja meg a helyét, ebbe egyöntetően a pálinkás szakmának a véleménye, de nem kiforrottak az adott belső részek, struktúrák. A legnagyobb, nem most csak mondok egy példát, tehát elmondom, hogy mondjuk mi most egyenlőre, hogy gondoltuk, ez teljesen a miénk egyenlő, a mi kialakított rendszerünket mondom el, ez messze nincs kőbevésve, azért mennek ezek a szakmai megbeszélések például ugye a desztilátával is, vagy másokkal, hogy ebbe próbáljuk majd kialakítani azt, ami a legjobbnak vélhető. Tehát nálunk például a megjelenésre adunk 10 pontot. Na, ez az egyik kulcskérdés, hogy ez egyáltalán erre van lehetőség. Azt részekre bontjuk 5 pontra, az egyik az a áttetszőséget jelenti, a másik meg a szint. De ez ugye, hogy semmi értelme, hogyha ez nem ágyas pálinkáról, vagy valamilyen olyan likőrről beszélünk, a bornál ez ugye egy másik történet, de ez a 10 pont, ez már ugye odaadja a terméknek akkor is, hogyha az hibás. Nagyon nehéz például megértetni a rendszernek az alaplényegét, ami jól hangzik, hogy pozitívabb a bírálat, az a borosoknál is ugye ez volt az egyik alapvető alkalmazási metódus, hogy ez legyen, ez megmaradjon. Keressük a pozitív értékeket a pálinkánál, ez ráférne egyébként a pálinkás társadalomnak a pálinka versenyeire is, mert alapvetően még mindig a hibákat keressük, és ebbe tényleg kellene változni. De akkor, amikor nálunk például a törkölyöknek a bírálata megtörtént, és megkérdeztem ebben résztvevő értékelő bírálókat, hogy na, mi a véleményük, egyöntetően az volt, hogy például túl sok gyengébb tétel kapott jobb pontot. Tehát az, amiért egyébként bevezettük, azt a legtöbben például sérelmezték. Tehát például éppen azért mondom, hogy mondjuk kapott 10 pontot gyakorlatilag mondjuk egy olyan bálink, ami nem volt tárgyas, szinte alapból, mert az a megjelenés, ez például azért nem egy kiforrott, hogy ezzel mit lehet tenni. Ha tovább megyek, akkor az illatolás következik. Azon belül volt egy technológiai tisztaság, egy intenzitás, egy gyümölcskarakter, ezek különböző pontokat érnek, az egyik 10-14, a másik 7-et, és van még egy tartóság is, mi ezt így fogalmaztuk, ugye a száraz próba, ami mindig is nagyon érdekes, ugye néha adott esetben akár csak az üres poharat is, mert ugye már éveken keresztül száraz próba bírálókkal is vizsgáljuk őket, nagyon sok mindent ki segít megoldani, meg ugye határozottabban meg tudjuk az benne a pohárban megmaradó gyümölcs illatokból, aromákból az értékét mondani, vagy pedig ugye hamar elillan, vagy olyan hibák maradnak meg. Ezért is adunk pontot. Ez már ugye, ha azt nézzük, akkor az illatolásnak egy 4 belső struktúráját jelenti. Ez már bonyolult. Erre oda kell figyelni. Tehát ez nem megy kapásból és nem megy csípőből. És akkor még mindig nem vagyunk ott, hogy ezt végigmondtam volna. Jön a következő ugye az ízlelés, mert mégiscsak egy érzékszervi és egy nagyon fontos, ugye, sőt a legfontosabb, mert megisszuk a pálinkát, és ugye az alap feladata, hogy ott érezzük azt, amit kellene. Ott is van egyfajta technológiai tisztaság 10 ponttal, van egy intenzitás, egy tartóság 10 ponttal, egy gyümölcs karakter, ahol ami megint fontos, és ugye itt a szájérzet, amit mi a legfontosabbnak gondoltunk, ezért 16 pontot adtunk volna rá. Ez azt jelenti, hogy eddig lehet elmenni. Tehát mondjuk a szájérzetnél az ízlelésen belül 16 pontot adhat a 100 pontos bírálati rendszerben valaki. Ez a maximum. Gyümölcs karakternél 8-at, a technológiai tisztaságnál 10-et, és így tovább, ahogy ezt most így elmondtam. Ez még egyszer csak ismétlem, ez még egyelőre tehát elég bonyolultnak tűnik, és nem könnyű. Tehát erre át kell állni mindenkinek, és ez még nem könnyű. És még mindig ott van még ugyanúgy egy harmónia, egy összbenyomás, hogy az illat íz az mennyire van összhangban, mi a képünk az adott termékről, arra is adunk 6 pontot.
ha ezt így megnézzük, akkor ugye 100 pontot lehet összesen kapni egy termékre, és ez a 100 pont, ezt egy kicsit viszont lehet részletesebben elemezni. Nálunk úgy volt, hogy 54 pont alatt volt az, amikor mondjuk fogalmazunk így elégtelen egy termék, amikor az mondjuk hibás. 55 és 66 pont között van, ami úgy mondta, hogy megfelelő, ezt a kategóriát alkalmaztuk. A jó termék az 67-77 között van, ezek ugye nem teljesen fedik a régi 20 pontos rendszerben, tehát nem pontosan azonosítható, hogy most ez bronz és ezüst, hanem az ezüst és erős bronz közötti kategóriát jelenti. A nagyon jó termékek az a 78-88, ez az igazi ezüstérmes érték, és a 89-100 között van az, ami kiváló. Azon belül mi viszont a 95 felettieket egyfajta ilyen csúcskategóriásnak neveztük, és például a törkölyöknél, ahogy az előbb említettem, a 95 pont felettiek voltak azok, amelyek a champion választásnál előkerültek. És akkor hiába kapott mondjuk 89 pont felett mondjuk valami aranyérmet 94-ig, azt már nem hoztuk ki akkor, amikor a kategória győztes vagy a championokat kellett. Ez, ahogy mondtam már az előbb is, ez bejött, ezzel nem volt probléma. Ez hozta azt az eredményt, amit vártunk. Egyébként a többit is hozta, mert sokkal pozitívabban történt a bírálat a 100 pontos rendszernek köszönhetően. Tehát még a 20 pontos rendszerrel körülbelül most plusz-minusz 1%, mert fejből nem emlékszem az adatra, de mondjuk durván 14-15% volt mondjuk az aranyérmeseknek a száma. Ez a 100 pontos rendszernek köszönhetően felment 22-re. Persze most ez megint, ugye aki értékelés bírál a pálinka versenyeken, az tudja, hogy például a törkölyöknél azért könnyebb elérni jobb eredményeket, tehát mondjuk egy alma termésűnél, vagy a vadon termőeknél az sokkal nehezebb például, ugye megfelelő Vilmos körtéből sokkal nehezebb olyan eredményeket elérni, mint mondjuk a törkölypálinkánál, tehát ez is biztos benne van, de a lényeg a pozitív bírálat a 22%-kal az alá van támasztva mondjuk éppen adatokkal. Vagy ha megnézzük a csúcsűrihez került mintákat, erről a múltkor is beszéltem, hogy az elmúlt években az nagyon nagy volt, és ezért változtatnunk kellett jó néhány dolgot, ami meghozta az eredményt, mert gyakorlatilag az 50%-ról lementünk 20% alá. A törkölyöknél még kevesebb volt, ott gyakorlatilag a 20 pontosnál 16, ha jól emlékszem, ez pedig 10% alá ment a csúcsűrihez került mintáknál. Tehát sokkal többet foglalkoztunk a termékkel, sokkal részletesebben fejtettük ki a véleményünket, átfogóbb képet lehetett kapni a pálinkáról, de iszonyú időbe telik, és erre még rá kell mindenkinek szocializálódni, meg kell tanulni bírálóknak, értékelőknek, a nagy közönségnek, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, de azt gondolom, hogy a jövő szempontjából lehet, hogy ez lesz a járható út. Oké, Laci, nagyon köszönöm azt a részletes kifejtést. Igazából ez csak egy része a pálinka versenynek, amiről most beszéltünk. Én azt szeretném, hogy a ti versenyeteket nézzük meg közelebbről egy nagyítóval, hogy megy a zsűrinek a kiválasztása nálatok, és nekem a legizgalmasabb az, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ugye méritek azt, hogy ha valamelyik zsűritag elfárad, és már nem tudja ugyanazt a minőségi kóstolást hozni, akkor tudjátok ezt mérni, és tudtok neki szólni, hogy most akkor csereljön. Tehát, hogy megy a zsűri kiválasztás, és hogy megy a mérés egy versenyen. Jó, elég sok belső információt fogok átadni. Van, aki mondta is, hogy mi a fenének mondasz el annyi mindent, hogy egyébként is akkor mindent átadok, de mint rossz pedagógus a tudást, amivel ha éppen rendelkezünk, vagy inkább nem is a tudást, mondom a tapasztalatot, akkor azt miért ne alkalmazzuk és miért ne adjuk át, hogy más is mondjuk ezt tudja hasznosítani, ha tudja. Több dolgot is felvetettél. A legfontosabb és a legérdekesebb dolog ugye, hogy hogy lehet valaki nálunk bíráló, értékelő. Két részre kell bontanunk. Akkor, amikor elkezdődött a verseny, ugye 2010-ben az elsőt, ugye, amikor készítettük, megszerveztük 41 néhány mintával, akkor is már úgymond azért voltak szakavatott akkori zsűritagok, de az még nem volt egy tudatos olyan szempontból kiválasztás, de a másodiknál már alapvetően úgy történt. Logosi Gyuri barátunkkal már akkor olyan embereket hívott meg, akkor még gyakorlatilag az ő kapcsolata és tudása révén, ami akkor is már nemzetközi szinten is megállta a helyét. És az első években, akik segítettek minket olyan módon, hogy csak bíztak benne, hogy magasabb szintre fogjuk vinni ezt a versenyt, ők egyébként más területen is később bizonyítottak, de ők benne maradtak alapból. Aztán még kiperegtek belőle is, majd erre is mondok példát.
Utána viszont a későbbiekben mi egy nagyon tudatos tréning sorozatot építettünk fel, ez 80-90-120 órások voltak, ez ismert egyébként a pálinkás szakmába, évente egy vagy maximum kettőre került sor, és ott időnként eltérően meghatároztunk, mindig előtte meghatároztuk, ugye, hogy hány százalékot kell egy vizsga után elérni, ez 70-80 százalékos eredménynek az elérés, és akkor kerül be valaki egyébként a bővebb zsűri keretbe. Én ehhez tartom magamat. Tehát amit, ha kimondtunk, hogy ez most fehér, akkor az fehér. Ha fekete, az fekete, és akkor az nem szürke, meg nem fehér, ez zöld, tehát ezzel nem tudunk. Tehát ezt a múltkor is elmondtam, és ha aki hallgatta, az emlékezhet rá, hogy vannak olyan bírálók és értékelők, akik adott esetben szerintem ugyanúgy helye lenne még nálunk, de azokhoz az elvekhez tartva magunkat egyelőre én nem tudom meghívni őket. Lehet, hogy ez jó vagy nem jó, ezen lehet vitatkozni. Én magam is, ahogy említettem, ismerek olyat, vagy bíráltam más területen, más versenyen, vagy más programban olyan emberekkel, akiknek azt gondolom, hogy helye lenne nálunk. De egyelőre még ezt a kialakított rendszert, ezt nem akartuk megváltoztatni. Az nagyon lényeges viszont, hogy nagyon erős a tréning. Tehát ennek az egyik hátterében az áll egyébként, hogy nincs még egy olyan verseny, aki ekkora mintaháttérrel, adatbázissal rendelkezne. Ez most lehet bírálni, vagy lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de ez akkor is így van. Most kicsit hagy kalandozzak el, csak mondom, például a versenyhez kötődően most készítettük ugye el az új Quintessence pálinkás könyvet, ami majd augusztus 15-én jelenik meg, és abban például most a szőlőfajtáknak a fajta sajátosságait vizsgáljuk, például az egyik tanulmányban. 61 nehány, ha jól emlékszem, 67 különböző fajta tiszta szőlővel neveztek a versenyünk 11 éves történetében. Ebből 54-et mutattunk be. Mutass nekem egy olyan bírálót, értékelőt, aki mondjuk annak az 54 tételnek a birtokában van, ismeri a Jufarktól kezdve a Gyöngyrinzlingen át az Irsai Olivéren keresztül mindent. Ennek nincs még meg a... Tehát ez lehetetlenség egyébként. Tehát ezen az úton annyira csak az elején vagyunk, hogy messze van még az, amire azt tudnánk mondani, hogy ezek a bírálók mindenki megfelelő módon és megfelelő módon tudja, szinten tudja végezni a munkáját. De akkor, amikor mondjuk nálunk lehetőség van arra egy ilyen tréningre, akkor mondjuk, és mondjuk a szőlő a téma, akkor lehetőség van arra, hogyha nem is az 56-ot, de mondjuk, mondok egy példát, mondjuk 30-at kóstoljunk meg a folyamatában, és azokat vizsgáljuk, hasonlítsuk össze, és mi nem csak az, hogy ezekből a tételekből kóstolunk, hanem adott esetben lehetőségünk van arra, hogy megkóstoljuk, hogy milyen az a szintű, ami aranyérmes, mi az, ami az ezüst, mi az, ami bronz, mi az, ami adott esetben a nem érmes kategória. Ezzel nagyon kevés verseny, sőt azt mondom, hogy gyakorlatilag szinte Magyarországon ilyen adatbázisra senki nem rendelkezik, de ezt most, ha csak a tanulmányból tovább megyek, ott van mondjuk az Irsai Olivér. Azt ugye mindenki ismeri. 571 Irsai Olivér bírálatunk van. Nem annyi bírálat, annyival neveztek. Na most az 571-et még megszorozzuk, ugye az ahányan különböző módon, ha csak a bírálókat mondjuk, ugye, és a gyors bírálókat nem számolom, és nem számolom a csúcsjürit, akkor is az már több mint 1000 bírálat. Tehát ha én azt mondom, hogy mondjuk, ha az 1000 bírálatban több mint 1000, és még egyszer mondom, hogy ha hozzáveszem a többi bírálat, a száraz próbabizottság, a csúcsjűrit, akkor még több, akkor több ezerről beszélünk. És most ebből az 1000 bírálatból határozunk mi meg olyanokat, hogy mondjuk mi a fajta sajátosság. És ezt próbáljuk utána átadni gyakorlati tapasztalattal a zsűritagoknak. Ezt nagyon nehezen tudja bárki is a tréningeken felülírni azt, amit mi itt megteszünk. Na most ezt hosszan ecseteltem, de ez az egyik alapvető lényeg. Vizsgázni kell, és bekerül egy bővebb keretbe, és a bővebb keret utána újból az már egy másik fajta történet is, ott egy másik fajta oktatás történik, és ha ott is sikeres eredményeket produkál, akkor kerül be egyébként hozzánk a bíráló keretbe. Azok, akik a legelején voltak, hogy visszatérjek ehhez, azoknak, és akkor nem tették meg, ők maguktól segítettek, van ilyen mondjuk néhány ember, de egyébként ők mind jó részt jó bírálók, ők nekik már nem kell, tehát nem fogjuk arra kötelezni őket, hogy most már tessék letenni a vizsgát. De sajnos volt olyan, aki mondjuk nagyon jó barátom, nem fogok nevet mondani, nem is egy, akitől az idők folyamán viszont meg kellett válnunk, tehát segített minket, és nagyon komolyan és nagyon jó szinten bírált akkor, de az évek hosszú sor alatt más miatt, más formában, más módon, máshol vitte az élet, és akkor azt kellett mondanom, hogy ne haragudj, de azt a feladatot, amit most már ugye magasabb szinten el kell végezni, azt már nem tudja. És ebből a legtöbben ezt meg is értették.
Tehát van, aki nem dolgozik egy idő után mondjuk benne a szakmába, vagy nem ezzel foglalkozik, hiába volt jó bíráló 1-2-3 éve, utána ezt a képességét valamelyest elveszíti, és nem biztos, hogy képes arra, amire nálunk éppen a megnövekedett mintaszám szerint fontos feladat lenne. Ez az egyik, amit már hosszan itt ecseteltem. A másik pedig akkor ugye a kontrollmintákra kérdeztél rá, ami ebből a szempontból érdekes. Ez egy belső info, két részre osztjuk a kontrollmintákat. Tehát van egy olyan durván, úgy fogalmazok most, mondok mondjuk egy olyan 20 minta, ami adott esetben nagyjából tudható, hogy annak az értéke milyen. Nem nagyjából, hanem azt mondom pontosan. Most nem akarok kifejezetten konkrét tételeket mondani, de ha én azt mondom, hogy mit tudom én az országban madárberkeny, akkor biztos, hogy rögtön mondaná, hogy mondjuk melyik az a kereskedelmi tétel, akinek a madárberkenyét elfogadott, hogy az aranyérmes minta. Ugyanezt a helyzet. Azt mondom, hogy Csacsanszka, Lepotica, Szilva, akkor biztos, hogy rögtön kapásban mondanád azt a kereskedelmi céget, akinek a termékét nagyjából belőve azt kell, hogy mondjuk, hogy azért az eléri az aranyérem szintjét, vagy legalábbis 17, de nem hibás. És most ezt nem akarom így példaként mondani, hosszú ilyet tudok mondani. Tehát ha én ezekből a mintákból berakunk, és ez a 20 minta nem 20-szor, hanem sokszor visszakerül. Tehát aki bírálja adott esetben a szilvákat, maradjunk ennél az utóbbinál, akkor az azt jelenti, hogy ezt a kontrollmintát én, illetve a számítógép segítségével a rendszer ki fogja küldeni több embernek. És akkor, hogyha mondjuk azt, ami egyébként mondjuk aranyérmes tétel, de lehet az éppen hibás is, és azt valaki nagyon megvan, ezt most hadd nem mondjam pontosan el, hogy hány pontnál, de akkor a számítógép azt automatikusan jelzi, hogy mondjuk azt az aranyérmes tételt valaki csak 13 pontosra bírálta, és akkor megjelenik egy felkiáltója, most csak mondok egy példát, annak a neve mellett. Akkor, amikor már mondjuk ez egy adott időn belül már harmadszor is előfordul, na akkor oda kell rá figyelni. Tehát ezt megkérdezheted például, hogy honnan tudom, hogy elfárad valaki. Akkor, amikor mondjuk például azt látom, hogy hoppá, nincs felkiáltójel egy órán keresztül, de mondjuk találkozott ő is a Lepotica Szilvával, találkozott egy Stanleyvel a szilvák bírálatakor, semmi gond. Aztán egyszer csak azt láttam, hogy délután megjelenik az első, a második, meg a harmadik, meg a negyedik, ami azt jelzi, hogy komoly pontokat adott, vagy tehát komoly az eltérés a kontrollmintáknál. Akkor ez gondot jelent, na akkor én olyan szinten avatkozok be, hogy akkor mondom azt, hogy na akkor figyelj, pihenjél, és akkor most kell valami mást nézni. Ez arra is jó egyébként, hogy az ember azt is lássa, hogy ki, erről is beszéltem a múltkor, hogy kinek milyen erőssége van, vagy mi a hiányossága. Mindenkinek van, a legjobb bírálóknak, értékelőknek is vannak olyan fejlesztendő területei, amelyekre nekem a háttérmunkából rá kell világítsak. Tehát mindenkinek, még egyszer mondom, a legjobbaknak is én javaslok valamit, amit adott esetben, ha ő megfogad, akkor elkezd fejleszteni. Mert van, akinek nem megy a vadkörte, a másiknak nem megy a vilmoskörte, a harmadiknak egy másik terület, és akkor arra kell helyezni. De a bírálók értékelők kifejezetten kérik is, hogy mondjam meg. És azt neki fogom csak megmondani, ez belső információ, de elmondom neki, és arra sarkalom, hogy ezen a területen képezze magát. És hogyha ezt megfogadja, akkor előbbre tud menni. Sokan megfogadják, van akinél ez, tudom én, hiányosságként megmarad. És akkor elmondom még a következőt. Vannak olyan minták is, amelyek úgymond a program segítségével várható eredmény. Tehát megint csak, ha azt mondom, simán tudnánk olyanokat mondani, aminél azt gondolod, hogyha az adott tételtől jön, az megint csak nem biztos, hogy mondjuk hibás tétel lesz. Ez nem azt jelenti, hogy előre tudjuk az eredményt, de mi a várható eredmény. És ebből is valahányat például ezt a programban jelezzük, hogy mondjuk az, amit tudunk, hogy az mi a várható, és attól is, hogyha megfelelő, tehát nagyobb pontbeli az eltérés, akkor gond van. Tehát azt el tudom mondani például, hogy volt ilyen, ami mondjuk 9 pontos, az ott meg kell nézni, hogy akkor most mi a helyzet, hogy ő mellé fogott, nem fogadott, és akkor persze ott vannak a többieknek a bírálata is, tehát hogy ez most hogy működik, mind működik. Ez csak egy lehetőség. De hosszan mondhatnám azokat, hogy meg tudjuk nézni, hogy mondjuk ki az, akinek az eredményei általában eltérnek a többiektől. Tehát én konkrétan neveket tudnák neked végig mondani, felsorolnám azt a 35 embert, hogy ki az, aki minden egyes évben mondjuk az elvárt eredménytől maximum 1 vagy 2 ponttal tér el. De olyan is, hogy ki az, akinél nagyobb a szórás, vagy melyik tételeknél az, azt is tudjuk. Vagy ha csúcsgyűrinél, hogy kitől hány minta kerül a csúcsgyűrihez, úgymond ugye, hogy valamilyen szempontból nem tudtak megegyezni. Ezeket lehet elemezni és lehet nézegetni. Ebbe vagyunk egy kicsit, azt gondolom, hogy előbbrébb, mint a desztilláta. Ők biztos, hogy millió más dologban vannak, tehát én nem azt akarom, hogy mi vagyunk a jobbak, erről szó nincsen, és ezt
nem is szeretném, ha ez így kerül neki. De a programunkban a bírálóknak, az értékelőknek az elemzése az úgy tűnik a múltkori megbeszélés alapján egy kicsit talán részletesebb és átfogóbb. De biztos, hogy van olyan terület, amit meg nekünk kéne átvenni tőlük, vagy belemélyedni, mint ahogy volt is ilyen. Úgyhogy így azért ezt szeretném pontosan leszögezni, hogy nem akarom ilyen szempontból összehasonlítani magunkat, de maga a szoftver a rendszerünkben van olyan újítás, ami ott is érdemes lehet átvételre. És akkor Laci, olyan ez, mint egy foci meccs, hogy van egy keret, és akkor vannak cserék, hogy mekkora a keret, és hogy mennek ezek a cserék. Tehát, hogyha valakint lát, hogy elfárad, akkor az napra lecserélve lesz, vagy pedig 2 óra múlva visszakerül. Tehát mekkora a keret egyrészt, meg hogy megy ez a cserélgetés? Ez 2 dologra kell választani. Az első ugye az a konkrét versenynél, amikor ott lecső, mindig van tartalék. Tehát van, aki éppen úgy van pihen. Vagy éppen ugye hiába, mert közben valaki nagyon jó bírál, de mondjuk előtte 3 nappal a verseny előtt beteg lett, és akkor gyönyörűen mondjuk taknya nyála összefolyik, nem tud bírálni. Akkor nem tudunk vele mit kezdeni, hogy hirtelen nyilván valakit ugye kell helyette, tehát mindig jóval nagyobb kerettel kell, jóval nagyobb, de azért néhány emberrel többel kell nekivágnunk a versenynek. És közbe kell belenyúlnunk. Tehát azt jelenti, hogy ha látom, hogy valaki fárad, akkor pihennie kell. És akkor olyan feladatot kell ráadni. Tehát, hogyha már nem tudja például megfogalmazni mondjuk a termékleírásokat, vagy érződik, hogy egyre több hiba van benne, akkor attól még lehet, hogy a száraz próba bizottságnál még nagyon tökéletesen el tudja végezni, mert ott már nem úgy kell meghatározni, nem kell mondjuk a szavakat keresni, hogy lehet egy nagyon szép termékleírást megadni. Akkor rögtön lecserélem. Természetesen van egy másik, amikor a verseny után kell azt mondanom, hogy ez egy kellemetlen dolog, tehát nem ez a legjobb, de erre minden éven gyakorlatilag 1 vagy 2 alkalommal is sor került, akinek azt mondom, hogy figyelj, a következőben ezt meg kell változtatni, mert akkor nem biztos, hogy működni fog. Előbb említettem, hogy volt olyan, aki a saját egyik legjobb barátomat kellett leváltanom, azt mondani, hogy ez akkor még tudtál segíteni, most már az viszont, amit ő tud, az már nekünk nem biztos, hogy elég a megváltozott körülmények között. De azért ezt tényleg hangsúlyozzam már, hogy mondjuk 2010-ben, vagy 2011-ben, vagy 2012-ben nem ugyanolyan szintű volt a bírálat értékelés, nem csak nálunk, hanem sehol. A pálinkák se voltak olyan szintűek. Tehát akkor még jóval több olyan hibás tétel volt, ami a versenyeken akár még jobban át is ment. Tehát már magasabb a színvonal, és magasabb is az elvárt igényünk. Úgyhogy eléggéből összetett a dolog. Mekkora a keret? Nekünk is hány fős a keret? Igen? Hány fős a keret? Jaj, hát hány fős a keret? Hát ha összességében nézem, akkor nagyjából, ha jól emlékszem, ez is megint plusz-minusz 2, ilyen 37 körül van azok, akik úgymond a keretben benne vannak, akik ilyen szempontból már bíráltak, vagy elérték azokat az eredményeket. Maga a versenyre átlagban az elmúlt években 27-28 embert hívunk meg egyébként, tehát annyian vannak. 24 embernek a rendszer szerint minimum egyszerre bírálni kell. Ez még egy másik kérdés, hogy nekem bennem van, hogy az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyébként nincs 27 egyforma szintű bíráló Magyarországon. Tehát nálunk is van egy különbség. Tehát ha jó szívvel azt mondom, akkor én nagyjából olyan 10-15 közötti, hát inkább azt mondom, hogy 10, de utána azt még ki lehet egészíteni, akiket én úgy gondolom, hogy tényleg azon a szinten bírálnak. A többieknél nálunk is van különbség, ez az igazság, és ezt el kell mondani. Jó, Laci, így még végezetül megkérdezek egy kérdést, de ha gondolod, akkor ne is válaszolj, csak hogy meg tudunk nevezni akár névvel bírálót, vagy valamelyik kereskedelmi főzdét, akitől kimagaslóan nagyon jó bírálók jönnek? Én hogy ne tudnék? Hát meg tudnék nevezni, de mondok ezzel kapcsolatosan még egy új dolgot. Kialakítottunk egy évekkel ezelőtt, ez se annyira publikus, de jó néhányan tudják, kialakítottunk egy olyan rendszert a bírálókkal kapcsolatban egy kicsit, ami nagyjából hasonló, nagyjából, hát most inkább az elvet mondom, mint a tenisznél van a rangsor. Tehát egy olyan rangsort, amit mi felállítottunk, hogy ez hogy működik. Évekkel ezelőtt beszéltem erről néhány prominens személlyel, hogy nyilvánosságra hozzuk-e. Jelenleg még ott tartunk, hogy nem. Tehát nem vagyunk ehhez még felnőve. Tehát ennek még előre kell menni, de azt gondolom, hogy ez nem, tehát
visszatérek egy kicsit megint csapongva a szőlőpálinkához. Hát 20 évvel ezelőtt még nem volt szőlőpálinka. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát ugye megnézzük a régi szakirodalmi könyveket, hát nincs, hát miért, mert nem volt. Hát ez ugye Isten kísértés volt, hogyha valaki szőlőből készített pálinkát. Ugye a Márton Jancsi bácsi Kirsai Olivérje után indult el ez a terület, és akkor most jönnek az újabb és újabb szőlők. Tehát ha 20 éve nincs, vagy 20 éve van durván szőlőpálinka Magyarországon, akkor mit akarunk? Tehát hogy akarnánk itt egy vagy két év alatt elérni azt, hogy mindenki ezt elfogadja, és mindenki felkészülve úgy legyen. Még egyszer ismétlem csak magam, ezt is már korábban mondtam, nagyon sok ember van, aki egyébként pálinka bíráló, meg érzéksz, meg nevezi magát, vagy még az is, még papírja is lehet róla. Erről is rosszan tudnánk beszélni, hogy ez most mit jelent, hogy jelent. De hogy ténylegesen kialkalmas arra, hogy 60-70 mintát is olyan szinten bíráljon, és tudja előhozni azokat az ismereteket, ez már egy más kérdés. Nem fogok mondani most neveket, nem akarok ebből a szempontból se így, se úgy, de vannak. Tehát ugyanaz a 6-7 ember az, akit mondanék az első helyeken. Nem nyilvános beszélgetésben el szoktam mondani egy párat, hogyha úgy van, de nem akarok megsérteni, illetve megbántani se, de lehet, hogy kiemelni érdemes lenne azokat az embereket. De nincs annyi, mint amennyit egyébként Magyarországon mondanak. És még egy dolgot, hogyha még megengeded, a legtöbböknél azoknál van meg, akinél megvan a szakmai alázat. Tehát az, aki újra és újra képes arra is tréningezi magát. Még ennyit még akkor, bocsáss meg, volt egy alkalom pár évvel ezelőtt, amikor a legeslegjobb bírálók is egy kicsit leindultak. Tehát el kellett mondjam, hogy gond volt, probléma volt, ők maguk is értették. És áldoztak rá időt, energiát, pénzt is, hogy eljöttek, és akkor volt egy nagyon erős tréningünk, ahol egyébként azok vettek részt, akik egyébként bírálnak nálunk is, akik már végzettek a legjobbak. És kellett egy ilyen felhozó, nagyon komoly, tehát ilyen 5x2 napos bírálati tréning, hogy egy kicsit ismét visszajussanak. Az az alázat, tehát az, aki már adott esetben kóstolt, és az írseit jól tudja bírálni, nehéz azt mondani, hogy tisztában van azzal, hogy előbb maradjunk a szőlőknél, hogy az összes többinek az ismeretében is ott van, és tesz érte. Tehát alázat. Szerénység, alázat. Jó, Laci, köszönöm szépen, megint nagyon hasznos tanácsokat, meg információkat kaptunk, úgyhogy Takács László volt a vendégem, köszönöm, Laci, még egyszer. Én köszönöm a lehetőséget, János.